Szeretettel köszöntöm a vonalban Csizmazia Gábor, Amerika szakértőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sőt, ami azt illeti, talán a hallgatók is látnak minket, mi minden esetre a rádióval ellentétes módon most egymást is látjuk. Tehát, hogyha hallgatta az előző beszélgetést az indiai-amerikai filmrendezőnővel, aki hát az illegális bevándorlásról elég új meglátásokat tudott megfogalmazni, hogyan tudná nekünk ezt elmagyarázni, hogy mióta is van bevándorlás Amerikában, hogy alakult ki, hogy ilyen sokan tudnak illegális módon is bejutni, és nincs erre olyan módon ellenőrzés, ahogy kellene? Az Egyesült Államokban lényegében a kezdetektől fogva van bevándorlás, sőt, hogyha történelmi táblában nézzük a dolgot, akkor előbb volt bevándorlás Amerikában, amit maga az Egyesült Államok létrejött volna. De gyakorlatilag az új világban nagyon népszerű volt mindig is, ugye főleg Európából egyébként, vagy a világ más részeiből bevándorolni, egyszerűen a gazdasági lehetőségek miatt és az új életkezdésének a lehetősége miatt, ezt lehetne külön kiemelni. Ugye maga a kifejezés, hogy amerikai állam, az jelentős részben erről szól. Ugye alapvetően történelmi, nem akkor külön történelmi leckét tartani, mert nyilván elmenne vele az idő, de Dióhéjban, ha visszatekerjük az időkerekét legalább egy olyan 400-500 évvel, tehát visszamegyünk a 17. századig, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy két fő alapvető oka volt történelmileg annak, hogy az emberek az Egyesült Államokba kívánkoztak. Az egyik a már említett gazdasági, illetve társadalmi gazdasági előnyszerzés, jó értelemben véve, tehát hogy új életet tudjanak kezdeni. Lévén, hogy az Egyesült Államokban van egy alapelv az amerikai társadalomban, és ez az alkotmányra is visszavezethető, hogy mindenki egyenlő a törvény előtt. Ugye egyenlőtlenségek mindig is voltak, és lesznek egyszerűen, tehát hogy valaki jobb körülmények közé születik gazdaságilag, politikailag vagy más szempontból, az nyilván bizonyos előnyöket jelent az ő számára másokkal szemben, ez mindig is így volt, és hát tulajdonképpen ne is legyenek illúzióink, ez így is marad. Viszont a törvény előtt mindenki egyenlő, tehát gyakorlatilag az amerikai állam egy része az, hogy ha te becsületesen, lelkiismeretesen dolgozol, akkor tulajdonképpen megadatik neked a lehetőség, hogy megvalósíts a saját álmodat, megvalósíts saját magadat. Nyilván ez ma már ugye eléggé vitatott részben ugye gazdasági szempontból egyszerűen az nagyon szabályozott környezet miatt. Tehát azt a fajta életutat már nem lehet végigjárni gazdasági szempontból, mint mondjuk a 20. század elején. Politikai, meg jogi szempontból, meg ugye hát a BLM mozgalom hívja fel inkább a figyelmünket, hogy azért nem biztos, hogy mindenkinek ugyanolyan adottságok vagy feltételek biztosítottak. Ugye erről most zajlik egy vita az Egyesült Államokban, az egyik ok. A másik történelmi ok pedig egyszerűen a szabadságjogoknak a lehetősége. Itt a vallásszabadságot lehetne külön kiemelni történelmileg, de gyakorlatilag a békés nyugodt élethez való jog. Az a pejoratív értelemben, a nem túl, vagy hogy a kevésbé ismert értelemben, inkább úgy mondanám, az amerikai állam az lényegében azt jelenti, hogy hagyja az állam, meg hagyja a társadalom, hogy én azt csináljak, amit szeretnék a jog keretein belül. Ugye ez gyakorlatilag az államnak a lényege. Ugye igen, így is kezdődött ugye, tehát már a protestáns bevándorlással, ami valóban azért indult el, mert hogy Európában berögzültek már ezek az állapotok, és hát erre Amerikát ugye új világnak nevezik, és ahogy ön is említette, az amerikai álom az egy teljesen legális álom volt mindenki számára, aki oda bevándorolt. De mintha nagyon különbözne a mostani illegális bevándorlás, legalábbis nekem nagyon szemnyitogató volt, amit ez a hölgy elmondott arról, hogy kik és hogyan használják ki ennek az álomnak a tovább vivőit, akik, hát, de az is lehet, hogy ők már más motivációból érkeznek. A probléma egyik része az az, hogy hogyan működik az integrációs modell. Ugye elhangzott a beszélgetésben az, hogy a különböző helyekről érkező, elsősorban Latin-Amerikából, de nem csak onnan, mert külön rátérhetünk, ugye ez az elsődleges forrása, legalábbis a köztudatban ez az elsődleges forrása ugye az illegális bevándorlásnak ugye az Egyesült Államok irányába. De hogy tulajdonképpen egy szóba jött a beszélgetés során, hogy akik amilyen helyről jöttek, hogyha rá kéne mutatni, ugye egy zászlóra, akkor alapvetően a saját országuknak a zászlóra mutatnak rá, majd ahonnan érkeztek, és nem feltétlenül az amerikai zászlóra. Magyarul, vagy már röviden szóval az identitásuk kulturális értelemben az hova kapcsolódik, mihez köti őket. Ez egy érdekes dolog, mert az Egyesült Államok tulajdonképpen egy bevándorlók nemzete.
Tehát most megint visszautalnék arról, hogy mindig is volt bevándorlás az Egyesült Államokban. Ugye pejoratívan fel lehetne tenni a kérdést, azért merem megtenni ezt, mert egy amerikai ismerősöm mondta ezt nekem pont Michiganből, hogy hát tulajdonképpen az Egyesült Államoknak van-e kultúrája? Van egy gyakorlatilag olyan értelemben, európai értelemben vett hagyományos kultúrája, mint mondjuk egy más európai országnak. Tulajdonképpen egyébként van, tehát most épp azt mondom, hogy nem akarok én egy pejoratív irányba elmenni. A lényeg az az, hogy van nyilván kultúrája, van egy sajátos történelmi karakter az amerikai nemzetnek, de mégis csak annyi van egyedülálló, hogy a bevándorlók nemzetek különböző országokból, különböző helyekről érkeztek emberek, és az az érdekes az egészben, hogy nagyon jól működik az integrációs modell. Tehát gyakorlatilag ez az egyetlen bevándorlási integrációs modell. Különbözőket lehetne kiemelni, hogy Európában lehetne a németet, a britet vagy a franciát így konkrétan megjegyezni, főleg gyarmattartó nemzeteket, ahol van hagyománya annak, hogy volt más területekről, más kultúrából bevándorolnak tömegesen, legálisan vagy éppen illegálisan ugye emberek, és nem működik az integráció, különböző jogi és egyéb társadalmi akadályokban működik, az Egyesült Államokban viszont egész jól működik. Tehát gyakorlatilag ez az egyik probléma most, hogy, és van is egyébként erre igény az Egyesült Államok kormánya részéről, mindenkori kormányzat részéről, hogy valahogyan keretek között tartani a kulturális hátterét a bevándorlásnak. Mondok egy konkrét példát, léteznek országos limitek, hogy egyes országokból mennyien érkezhetnek, illetve volt tettek kísérletet a 20. században arra is, hogy régiókból, illetve területekről valamilyen szempontból korlátoznak a bevándorlást, nem azért, mert diszkriminálók szerettek volna lenni, hanem egyszerűen azért, mert törekedtek arra, hogy egyfajta egyensúly kialakuljon az Egyesült Államok hát bevándorlói, illetve különböző beérkező csoportjai között. Ez a legális migráció egyébként, amiről most beszélek, az a legális migráció, az illegális migráció az egy másik történet. De még a legális bevándorlással kapcsolatban is, ahogy a rendezőnőnek is feltettem a kérdést, hogy elsősorban a jobboldali politikát, konzervatív politikusokat szokták azzal diszkriminációval vádolni, hiszen ha ezek a limitek, hogyha a logikus érvelés mentén mennénk, akkor hát az ön szájából is érthetőek. Ugyanakkor, amikor egy konzervatív politikus próbál valamilyen szempontokat felsorolni, azt mindenképpen ez a vád fogja érni. És hát valóban eddig jól működött az, hogy olvasztó tégelynek hívták Amerikát, vagy hát később aztán már ilyen salátástálnak, amiben mindenki megtartja a saját identitását, de azért mégis van még egy közös. Tehát, mintha elindulna abba az irányba, hogy minden diszkriminációnak számít, és közben mégiscsak zajlik az a fajta józan diszkrimináció, amiről ön is beszél. Tehát ez, mintha a média felhasználná mégis azok ellen, akik ellen akarja, akik ellen nem akarja, azok ellen meg nem használja föl. Nagyon rátapintott a lényegre, mert nagyon erősen politizált kérdésről van szó, és ezt nem úgy kell érteni, hogy úgy politizált, hogy a közbeszédnek a része, mert mindig is az volt, hanem hogy pártpolitikai és ideológiai törésvonalak mentén megosztott témáról beszélünk. Létezik egy mítosz az amerikai társadalomban, illetve társadalomról, tehát ez külföldre is igaz. A mítosz pedig úgy foglalható össze, hogy olyan is említette, alapvetően a bevándorlás, legyen az legális vagy illegális, de a tömeges bevándorlás, és most kifejezetten itt egyébként a spanyol ajkóakat lehetne kiemelni. Tulajdonképpen elsősorban ezt a folyamatot inkább a liberális, illetve demokrata párti politikai erők támogatják, szorgalmazzák. Különböző okokból ez lehet gazdasági, politikai, illetve társadalmi, vagy ideológiai, vagy egyszerűen humanitárius ok egyébként, amelyeket részben osztják egyébként a republikánusok is, erre is külön kitérhetünk, de hogy létezik egy ilyen mitosz, miszerint van egy ilyen, hát nem egy alkonyat nem nevezném, de hogy van egyfajta ilyen visszacsatolás, hogy értelemszerűen, mivel a demokrata erők jobban támogatják a bevándorlást, ezért a korábbi bevándorlók azok hajlamosabbak, hogy unblock, tehát ténylegesen tömegesen inkább demokratákra szavazzanak. Ugye ez megint szóba jött a mostani választásokon, és tulajdonképpen a mostani választások bizonyította be, hogy azért ez egy mítosz. Tehát ez valóban statisztikailag elméletileg igazolható, és odaig át szokták ezt vinni egyébként azok, akik osztják a mítoszt, hogy éppen ezért csak időkérdése, hogy mikor fogjuk elérni az utolsó fehér férfi amerikai elnököt, mert hogy egyszerűen a demográfiai mutatók alapján előbb-utóbb eljutunk oda, hogy matematikailag kisebb lesz a valószínűsége annak, hogy fehér amerikai elnök legyen. Én nem osztom, tehát ez alapvetően nem javul mondtam azt, hogy ez egy mítosz. A mostani választás azért erre rámutatott elég jól. Tehát, hogyha egyénenként, individuumonként kezeljük a különböző, akár latin-amerikai országokból származó bevándorlókat,
akkor alapvetően képesek egyéni döntéseket hozni, és azt mondani, hogy lehet, hogy engem az én identitásom vagy hovatartozásom elméletileg predesztinálna valamilyen irányú szavazatra, ahogyan megszólít egy politikai párt, ilyen esetben mondjuk a demokrata párt, de egyszerűen a saját egyéni helyzetem az sokkal inkább arra hajt engem, hogy mondjuk más irányba szavazzak, adóügyi, foglalkoztatáspolitikai, egyszerűen csak vagy szociális ellátás, vagy bármilyen más megfontolás alapján. Tehát gyakorlatilag egy erősen politizált kérdésről beszélünk. És tehát eleve integráltnak kéne lennie egyfajta kultúrához, amiről még nem beszéltünk, de ön is azt mondta, hogy azért létezik, ami miatt tud egy egyéni döntést hozni, hiszen egyébként a diszkrimináció, mintha ott is megvalósulna, és ez a mostani választásokban nagyon kijött, hogy követelték bizonyos csoportoktól, hogy csak, hát ők csoportként gondolkodjanak magukról, és abba az irányba szavazzanak, amerre attól a csoporttól elvárják. Így van, gyakorlatilag ez vezet egyébként a rejtőzködő szavazókhoz. Tehát a mostani választáson, és én sem szeretném politizálni a helyzetet, de ez a helyzet, hogy tényleg politizálva van ez a kérdés, és a mostani választás erre rámutatott. A rejtőzködő szavazók túlnyomó többsége, ugye nem tudjuk biztosan mennyi, mert hogy nyilván azért rejtőzködő, tehát a nevében de van, hogy nyilván ezt keresni kell, de a számadatokból sejthető, hogy a rejtőzködő szavazók jelentős része, az pont ezekből a társadalmi körökből került ki, tehát többek között nem kizárólag, de többek között spanyolajkú volt bevándorlókból. Ők egyébként nem feltétlenül illegális bevándorlók, sőt, valószínűleg legális bevándorlók voltak, akik időközben ugye szavazati jogot nyertek, hiszen ezért tudtak szavazni a választásokon. De ugye a lényegen nem változtat, hogy maga az identitás, tehát a kulturális hovatartozásuk az önmagában nem eredményezett egy identitáspolitikai alapú tömbszerű szemléletet, hanem valóban egyénenként tudtak gondolkodni. Ez is része egyébként annak az amerikai kultúrának, amire korábban utaltam, ez a fajta individualizmus, egyfajta, hát úgy szokták összefoglalni egyébként, úgy lehetne összefoglalni, hogy nacionalista liberalizmus, tehát hogy alapvetően van egy liberális álláspontja, egy szabadságelvű libertariánus szemlélete, és ez társadalmi egyfajta nacionalista öntudat, hogy ezt az Egyesült Államokkal, illetve a hazájával, patrióttal, tehát hazafias módon azonosítja vagy társítja. Tehát akkor az illegális bevándorlás gyakorlatilag a legális bevándorlók is elleneznék, talán pontosan ugyanazokból az okokból, amit a rendezőnő is talált, hogy veszélyes is, mind arra, aki bevándorol, és mind arra az országra, ahová bevándorol, hiszen teljesen kontrollálatlan és kezelhetetlen. Így van, tehát gyakorlatilag ugye kimondatlan, kellemetlen igazság az mégiscsak az, hogy az említett, főleg humanitárius okokon kívül ott van egy gazdasági szempont is, és nyilván nem ez szerepel első helyen, de ez is fontos lehet, hogy nyilván aki legálisan lett ugye amerikai állampolgár bevándorlóból, és itt különböző életutak vannak, tehát lehet, hogy illegális bevándorlóként kezdte, de időközben gyakorlatilag különböző programokon keresztül, illetve értelemszerűen jó magatartás révén előbb-utóbb elérte az állampolgárságot, de vannak egyéb útok, tehát családegyesítés, gazdasági bevándorlás, tehát kifejezetten a foglalkoztató, vagy az alkalmazó kérte, hogy jöjjön éppen a humanitárius úton beérkezett ugye bevándorló is. Tehát a lényeg az, hogy mindegyik esetben azért az évekbe telik. És ugye felteszi magának a kérdést a legális bevándorló, akinek mondjuk, most mondok valamit, mondjuk 5-10 évébe telt, míg ténylegesen megszerezte az amerikai állampolgárságot, és berendezkedett az Egyesült Államokban, hogy ő miért szorgalmazná azt, hogy valaki illegálisan egy rövid úton keresztül bejöjjön, és ráadásul potenciális kihívást is jelentsen, és nyilván mint versenytárs ugye az amerikai munkaerőpiacon, és persze ott van a biztonsági szempont is, hogy nyilván az illegális migráció, vagy irreguláris migrációban ugye benne van a lehetőség a különböző akár biztonsági, akár egészségügyi, akár milyen egyéb kihívásoknak, vagy akár mondjuk tényleg egyéb biztonsági kérdéseknek. Nyilván nem szabad általánosítani, tehát nem arról van szó, hogy mindenki, aki illegális bevándorló, az ettől egyik valamiféle terrorista, vagy bármilyen egyéb gyanúval kellene érni az ő esetükben szemben, tehát nem erről van szó. De ugyanakkor meg mégiscsak vannak egyes példák, szurkolóvasszor példák, és ebben persze az, hogy mennyire reprezentatív, ugye erről megy a vita, de hogy alapvetően vannak példák, amikor valaki illegálisan bevándorol, vagy bejön az Egyesült Államokba, és hogyha ki tudja használni a helyi törvényeket, itt ez egy másik történet, hogy bizonyos helyeken kifejezetten ezt szorgalmazzák, itt Kalifornia államot lehetne kiemelni, illetve az úgynevezett menekült központokat, illetve
az úgynevezett menekült státusszal rendelkező, menekült státusz szolgálmazó különböző városokat, és San Francisco lehetne külön kiemelni két Kalifornián belül. Szóval, hogy alapvetően, akik visszaélnek ezzel, azok meg nyilván hozzávalott esetben az illegális különböző tevékenységeket, most nem csak a munkavállalásra kell gondolni, hanem egyéb, tehát akár kábítószerkereskedelem, akár fegyvercsempészet, vagy bármilyen más kérdés. Mondom, még egyszer nem mindenkiről beszélünk, de ezt hangsúlyozni kell, hogy itt nem mindenkiről van szó, illegális bevándorló. És ugye felteszi magának a legális bevándorló a kérdés, hogy hát én ettől menekültem el, én ettől jöttem el 10 évvel ezelőtt, akár évvel ezelőtt, nem azért nézem ezt gyakorlatilag övetek kézzel, hogy valaki ezt behozza újra, vagy mások ugye szemet hunjanak e fölött. Tehát gyakorlatilag ezek a központok, amiket említettem, és San Francisco, mert Kalifornia állam egyes nagyobb városát lehetne kiemelni, ott ezek demokrata vezetésű központok, és ennek megfelelően, mondom, papírforma szerint, ha hinnénk a mítosznak, akkor mondhatnák, hogy spanyolajkó bevándorlók, akár legális, akár illegális támogatja, vagy szolgálmazza ezeket ennek a vezetésnek ezeket a politikáit, ezeket a megengedő politikákat, de gyakorlatilag azt látjuk, hogy a legális bevándorlók azok kifejezetten ezzel szemben gyanakvóak. És jogosan, azok alapján is, amiket ön elmondott, nagyon köszönöm a beszélgetést Mazia Gábornak. Viszont köszönöm szépen.